több mint 2 millió kilométer. Ennyit tett meg balesetmentesen 2016. szeptember 27-ig Varga Károly. A nyírmegyesi kamionsofőr akkor az esti órákban Oroszország M2-es útján haladt Ukrajna felé. Egy házilag átalakított rotációs kapa közlekedett az úton, amit én, hogy kivilágítatlanul se egy láthatósági mellén semmi nem volt ellátva. Nem vettem észre, és az ütközést nem tudtam elkerülni, és ebben összeütköztem ebben a rotációs kapás emberrel, aki az ütközés következtében életét vesztette. És utána kezdődött ez az egész procedúra. Egy hétig a kamionba, meg szállodába, amire egy tolmácsot tudtam magamnak szerezni, mert a rendőrség nem talált. És akkor kezdődött meg ez az a procedúra. Jegyzőkönyvfelvétel, és akkor mondták, hogy nagyon sajnálják ezt a vétlen balesetet, amit bekerültem, de mivel hogy nem orosz állampolgár vagyok, ezért így előzetes letartóztatásba fognak tenni, ameddig ezt az ügyet nem zárják. A kamionos családja segítségével 6 hónap után szabadult az orosz börtönből, miután a halott férfi családjának kifizettek 3 millió forint sérelmi díjat. Én fogalmaztam meg az ötletet a külügyminisztérium felé, hogy tekintettel a család anyagi körülményeire és az elmúlt hónapok ezen ügy miatti extra kiadásaira kapjanak valamilyen vállalkozói segítséget az összeg előkerítése érdekében. Hozzáteszem, hogy a család időben megelőzte ezt a fajta vállalkozói segítséget, és ők a lehetőségeik határain túlmenve összegyűjtötték ezt a pénzt, kiuttatták Oroszországba, a sérelmi díj kifizetése így megtörtént. Ezt követően került sor, hogy a vállalkozói segítség megérkezett, és ezt a pénzösszeget néhány perccel ezelőtt a Kovács Sándor fideszes képviselő munkatársaival együtt átadtam a család részére. Tehát ilyen módon végül is ez a segítség célba ért. A kamionsofőrt 2 gyermeke, felesége várta haza. Megpróbáltatásaiknak végül a család segítségével, valamint kormányzati ellenzéki összefogással lett vége.